Sziasztok, itt vagyunk Szegeden, a Boszorkány szigeten. Az, hogy miért éppen ezt a helyet választottuk ebben a videóban, és hogy mi lehet ez a felettem levő építmény, tartsatok velem, és kiderül. Nincs is kellemesebb hétvégi program Szegeden, mint egy séta a városban. Vagy éppen azon kívül eső területen, a rakparton, vagy a mindenki által ismert Boszorkány szigeten. Az erdős terület történetét bizonyára már sokan ismerik, de akik nem, azoknak később a videóban elmesélem. Viszont amire választ szeretnék kapni, az a következő. Vajon mit célt szolgálhat ez az épületszerűség? Hát itt is lennénk. Tippeket várok a komment szekcióban, hogy szerintetek ez a hely mi lehet. Hát én talán azt gondolom, hogy egy lőszerraktár lehetett nagyon-nagyon régen, vagy nem tudom. Minden esetre, hát szerintem azért, ahogy látom, egy jó pár alkalommal azért kijárnak ide sütögetni, összeülni, összeröffelni. Hát ez egy Boszorkányziget kellős közepén található. És egy picikét, hogy most a humort fűszerezzük, hogy nem mindig a napi vírus helyzettel foglalkozzunk, és picikét vigyünk bele egy kis viccet is a dologba. Ötféle dologra gondoltam, hogy ez a kis objektum, idézőjelben mi lehet, és hát írjátok meg légy szíves a komment szekcióban, hogy ti mire gondoltok. Öt dologra gondoltam, de egy picikét azért keverik össze a viccet a valósággal. Én arra gondoltam első pontban, hogy ez egy UFO leszálló hely. A második pontban talán egy boszorkány égető giga grill sütő lenne. A harmadik pontban lehet, hogy egy birodalmi lépegető javító műhely. Esetleg a negyedik pontban egy befutcsolt építkezés mondjuk az erdő közepén. Vagy esetleg ötödik pontban féregjárat az Endor bolygóra. A Boszorkány-sziget az Alsóváros és a Tisza között fekvő erdős terület. Valójában nincs bizonyíték arra, hogy ez a terület egykor sziget lett volna, legfeljebb félsziget, melyet a Tisza éles kanyarral került meg. Ma ez a város testében nyúló zöldövezet népszerű a sétálók, kutyasétáltatók, kocogók körében. Szegeden 300 évvel ezelőtt boszorkány égetés történt, ugyanis a Tiszapart ezen szakaszán égettek meg elevenen 6 férfit és 6 nőt boszorkányság vágya miatt. Három mágiát készítettek számukra, amelyeket a város hóhéra egyszerre gyújtott meg. Ez volt a legnagyobb boszorkányüldözés a magyar történelemben.